Reggel 8 óra van, csütörtök, december 1-e. Megyünk a szomszédba egy kis kalálkára, a Terrafutishoz. Egy kis chop and drop action lesz. Most nézem, hogy itt ananászok is vannak, észre se vettem. Itt vannak a házunk előtt. Szép csöndes reggelünk van, mint általában lenni szokott. Na, nem ette meg a jaguár a bocikot. Persze. Félj, szegényke. Te lefényképeztelek. Van a csapat. Good morning, how you doing? Gyerekek, megyünk be a dzsungelbe a macsettivel. So thank you everyone for coming. I'm gonna give some instructions before we'll start. We're standing here by a meringue tree, so the goal today is to clear a bit around all the fruit trees, cutting the weeds, pulling some of the weeds around the trunk, and cutting some bushes around. And because we're quite a lot of people, I was thinking to assign one person per tree, we'll see how that goes. And I'm gonna kind of run around finding trees for everyone to work on. I'm gonna give some machete safety instructions. I'm guessing some of you have maybe never used one before. So yeah, just have a general sense of carefulness and always chop in front of you, not behind you. And if you're holding a branch, for example, and you want to cut it, don't cut close to your hand, obviously. Make some space and try to maintain about 2-3 meters from other people, so you don't risk cutting someone, and those are the main things. Na, itt van az első fám, ez egy marang, vágtam a főútról egy ösvényt, hogy tudjak hozzáférni. Na, tehát a mai tisztogatás, és művelet a mai, az a cél, hogy a létező gyümölcsfák körül kitisztogassuk a dzsungelt. Ez annyira nincs benőve itt közvetlenül a fa törzse mellett, viszont az ágak már kinőttek, tehát a drip line egészen idáig meg kell tisztítsuk, mondjuk egy méterre, fél méter, méterre körülötte. Valóban le kellene tegyem a lábányra a kamerát. Na, végeztünk ezzel a fával. Ez azt hiszem egy marang volt. Ami a legfinomabb gyümölcs itt állítólag. Menjünk tovább. Itt van a szép Bird of Paradise. Ilyen Floridában is volt. Banánnak rokona. Menjünk tovább most. Adrival fogunk egy irányba dolgozni. Szia, Adri, hogy megy a masetti? Jó.
Na, kész vagyunk ezzel a fával is. Kiszabadítottuk a dzsungel fogságából. Ja, itt nagy a konkurencia az esőerdőbe. Folyik a harca az életét. Küzd minden növény a napfényét, a tápanyagét, a vízét. Ezért kell néha ilyen tisztogatási akciókat csinálni. Indák minden másznak fel a fákra. Fújcsák megveszik el az életet egymástól. Az erősebb győz itt. Dzsungel törvénye. Na, végeztem ezzel a fával is. El is felejtettem, hogy mi a neve ennek. De mindegy. Minden fát most nem fogok lehiperlepszezni. Akkor lemerül az aksim, de csinálok még ide egy-két klippet. Durva a dzsungel, gyerekek. De élvezem. Mit talált Dr. Marcel? Dildó növény. Milyen érdekes. Mi ez? Piros a hegye. Gyerekek, Marci talált egy kígyót. Hol van? Nagyon beleolvad a környezetünk. Látod ott az levélt a jobbra? Még nem látom. A barna, fehér. Igen, csak elő. Ott a levél is, attól jobbra itt. Jó, mekkora kígyó. Ja, nem, a feje fent van, figyel. Igen? Igen. Nem látom a fejét. Ott van a feje, leskelődik. Ja, jobb, a békét hagyunk. Mérgesnek tűnik. Most látok, gyerekek, mire jó zoom-kamera. Rolini a szüret hosszú bottal. We broke it on the first attempt. It got stuck on. It's very oh, yeah. Strongly held on with the hooks. Még magasan van, egy olyan 5 méteren lehet. No. Milyen jó a 10x1 zoom ilyenkor, ha? Na. Na most, húzd meg. Akasz be, húzd meg. Húzd meg. And pull. No. Oh. Oh, really? Push it. Cut the branch. Yeah. Maybe it's very tiny. Yes! Yes! Oh. He got it. Do you want to save this or anything? Yeah. Yes. Oh, how is it? Yes. Is it soft? Yeah. It's edible. Yeah. Mm. Oh, let's see. A bit hook worn. Yeah, a bit hooked. It is? Damaged. Is it overripe or no? Let me smell. Should be good. Mmm, smells good. This is a hot. Andri már készíti a finom kaját itt. Mi lesz a kaja, Andri papaja? Nagyon jó, köszi. Na, gyerekek. Ezt nézzétek meg, ez lesz az ebédünk. Megértelje azért dolgozni. Úristen, jackfruit. Még több jackfruit. Cserimoja vagy rolinia. Ananász. Mangó. Dinnye. Holy crap. Fagyi. Banán jackfruit fagyi. You can easily do that. Hihetetlen. Oh. Jó, akkor át fogunk falni. Ma nem ettem még semmit, éhes vagyok nagyon. Na, kezdjük egy kis cukornád, lével, citrommal. Cheers! Good work! Gyerekek, ez a cherry molyó olyan finom, ilyent életemben nem ettem meg, ilyen finomat. Mihez hasonlítható az íze, Viki?
Fahéjas alma. Joghurttól. De nagyon édes, nagyon krémes, nagyon finom. Mm. But this has to stay a little bit longer because I think the bananas are still like hard. Cseri mojo. Nagyon jó. Na, ott van a konyha, és itt van a közösségi ház. Kis medencével, székekkel, gitárok, meg dobok, itt minden felszerelés van. Hangszórók, meg projektor, kivetítő ide, meg középen. Ez egy fa, nem tudom, hogy... Hát szerintem nincs a földbe a gyökere, hanem csak így egy központi tartóelem. De gyönyörű a padló, szépen csiszolt, festett, lakkozott. A kilátás, ez fenomenális a környező hegyekre, völgyekre. Itt van az út, itt jöttünk be. Ja, amúgy itt ilyen drót, ilyen fémháló van a... Nem ilyen, nem műanyag szita, szúnyogháló, hanem fém. Sokkal tartósabb. Nagyon jó ez az épület. Építsünk egy ilyent mi is. Aha. Ja, benne vagyok. Na, milyen volt a masetizés, ma gyerekek? Nagyon jó volt. Jó volt? Viki, te fogtál még masetizet? Most először. Ahhoz képest. De én számítottam rá, hogy jó lesz, mert szeretem a kardokat. Jó kis feszültséglevezetés, meg kondi. Jó, kiizzadtunk. Nagyon, igen. Nagyon meleg volt, sok ruha volt rajtunk. Láttunk egy mérges kígyót is. Az ijesztő út. Ja. Ha szerencsére nem mozdult, akkor legyen. Laci, neked milyen volt a macsetizés? Hasonló, hogy én egy volt. A számítógépelgeir után, amit fogtál évekig. Most itt tisztában voltam vele, úgyhogy hogy néz ki egy szerszám, meg melyik a nyele, meg melyik az éle. De jó volt. Marci, ő jó kettővel volt, csinálja. Kicsit meleg volt. Ja. De egyébként írtó volt. Ennyi igazából pont elég egy napra. 3 óra munka. 3 óra. Így van. Mondjuk én nagyon vadul macsétáztam, nekem már 2 órán elég lesz volna. Mert 7-től kezdtük volna, akkor nem lett volna meleg. Igen, túl meleg volt, hamarabb kellett volna kezdeni. És milyen volt utána az ebéd? Hú, nagyon jó volt. Főleg az a gyümölcs, aminek elfelejtettem a nevét. A cseri moja? Az. Ja, nagyon jó volt. Meg a jackfruit is. A jackfruit, ja. Az ananász a végén. Az ananász. Meg az a mangós banán. Igen, a torta vagy mi volt. Fagyi torta. Igazából a papaja nem volt annyira jó, meg a... Meg a dinnye. Meg a dinnye. Ja. A végén jó volt más. Ha ma egyéb nem volt, akkor azt is megettük. Ja. Jó élmény volt. Ez egy vancsa. Nem állunk a fényre. Ez a városi busz? Na, akkor fémezzük le azt is. Miki, nagyon jól áll az a fehér gumicsizma. Én is mondtam, hogy jól áll. Integessünk. Szóval ilyennel megyünk be, mi is galakizával? Hú, hát egyszer felkelőjünk már, csak tapasztalatból is így megtapasztaljuk, hogy milyen ez a... Jó, büdös. Büdös, koszos, meleg. Ja. Na. Na, itt jön a taxi tényleg. Le lehet inteni. Az a vigyen még egyszer.
terepjárótok, Sisevi, 3 literes